Hát, kedves hölgyeim és uraim, kollégák, megpróbálok megbarátkozni a mikrofonnal. Nem szoktam napi szinten tartani. De először is, nem tudom, ki ismeri a BNP Paribát itt Magyarországon? Hát nem sokan. Általában azt szoktam mondani, hogy ismerősebb legyen, hogy szokta valaki nézni a Roland Garros teniszversenyt, vagy a Davis kupát. Ott szoktak ezek a madárkák megjelenni. Most újabb dizájn kapott, eddig fehér alapon zöld madár volt, most zöld alapon fehér. És azt szokták mondani, hogy azok nem csillagok, hanem madarak. Ez egy nagy francia bank, tehát nem is mondanám már francia, hanem világviszonylatban az első 10-ben van benne, Európában az első 3, Franciaországban a legnagyobb. Magyarországon nem ismert, mert a fő üzleti célcsoportunk a nagyvállalatok. A lakossági ügyfeleink szinte nincsenek, akik vannak, azok szintén a leggazdagabb körből származnak, tehát az úgynevezett private banking-gel foglalkozik a bank. Na nézzük, miről is szeretnék röviden beszélni. Tehát magáról a BNP Paribáról, hogy mikor jött Magyarországra, milyen a csoport mely tagjai vannak itt. És azt írtam, a banki rendszer rövid áttekintése. Egyrészt, mivel én itt vagyok Magyarországon, a központ Párizsba, Londonba. Tehát innen azt látom át, amit mi látunk innen arrafele, de hogy mi van még plusz a központban, azt minden annyira nem tudjuk, csak sejtjük. Azután mondanék pár szót a kihívásokról. Tehát egy bankban az elég sok kihívás van IT szempontból. Egyrészt, mert hajlamosak a kollégák, tehát tudjuk azt, hogy a bank most már nem létezhet informatika nélkül, tehát ha leállítanánk a számítógépet, akkor nagy baj volna, tehát nem tudjuk kiszolgálni az ügyfelet, tehát akkor nagyon sok baj van vele. Az új termékek, hogy mit tud egy bank piacra dobni, az szintén informatika. Tehát ha nem sikerül kialakítani a mögöttes számítástechnikai hátteret, akkor nem lehet piacra dobni. Mert manapság nem az a fő áru, hogy van egy átutalás, van egy betét, hanem mindenféle származtatott termék. Tehát nagyjából ilyen absztrakt termékeket árulunk, mert tehát a derivatívok, tehát az magot már nincs egy konkrét részvény, egy állampapír, az valaminek a valamije, vagy egy opciós ügylet. Lehet már bármire opciót kötni. Persze itt megvannak a jogi szabályozás, még stb. Tehát lehet arra kötni, hogy rossz idő lesz valamikor opciót, stb. Tehát ez nem egy konkrét valami. Tehát ez nagyon fontos az informatikai háttér. Azon belül a biztonság mindenek előtt. Azután különösen az amerikai terrortámadás után, szeptember ügyén után jött egy másik érdekes témakör, ami az IT borzója, megfogni a terroristákat. Na most ez elég nehéz megfogni a terroristát. Először is mindig az a kérdés, hogy ez a pénzmosós program, tehát vannak a szinonimák, az Ahmed, meg az ilyen arab nevű emberek, mindjárt gyanúsak. Azután az is gyanús, hogyha valamelyik megesik azt, hogy egy helybeli KFT-nek része pont ez a 3-4 betű megegyezik, ő is gyanús lesz szerencsétlen, mert semmi közel az illetőhöz. De hát ez ilyen törvény előírás, nekünk ő kell a pénzmosással foglalkozni, és megpróbálni kiszűrni az ilyen utalásokat. Meg azt is kell figyelni, hogy az ügyfélnek van-e valami különleges szokása hirtelen, most nagy összeget utal valahova, az is gyanús kell legyen. A negyedik pont az ilyen végvárakon, ahol mi vagyunk a központban nézve, ez mindig ilyen fájó pont a helyi IT-nek, hogy milyen hely szerepkör tud magának kiverekedni a központi IT viszonyában, hogy tudjuk a kapcsolatunkat, tehát minél gyümölcsözébbé tenni, tehát ne csak az legyen, hogy onnan jön egy utasítás, hogy ezt így kell végrehajtani, hanem minket is meghallgassanak valamilyen szinten. Na, tehát mint kiderül, amit mondtam, BNP Paribas az egy igen nagy bank, elég sok alkalmazottja van.
Különösen megnőttünk Európában, tavaly Olaszországban megvett egy nagy lakossági bankot. Ukrajnában nagyon terjeszkedett a bank, olyan szinten, hogy azzal dicsekedett a főnökség, hogy naponta nyitottak egy új fiókot. És nagyon most a banki szektorban a nagy lehetőség tárháza az Oroszország, ahol szintén nagyon erős pozíciókat vesz fel a bank. Tehát amit látjuk, a bank eredet az elég régi már Magyarországon. Tehát 1991-ben jött Magyarországra, akkor csak Bank National de Paris, a BNP jelent meg, és először a KH-val, majd később a Dresdner Bankkal, mint egy vegyes bank működött. 2000-ben történt Franciaországban a bankfúzió a BNP és a Paribas között, és akkor született az a döntés, hogy az eddig itt Magyarországon, mind a 2000-ben, mint Dresdner BNP-ként működő bank, ahol 50% volt a németek tulajdon, 50% a franciáké, hogy ezt a BNP kivásárolja, és így 2001 áprilisától mind önálló bank működtünk Magyarországon. Aztán jött az EU csatlakozás, és most elvileg azt mondják, hogy ennek sok előnye van, hogyha nem mind önálló magyar bank van jelen a leányvállalat, hanem mind bankfiók. IT szempontból ennek nem örülünk, ennek több vonzata van. Egyrészt, mi a bankokkal mindenféle jogi előírás szabályozás vonatkozik, kijelentéskötelezettség. Ez azt eredményezi, hogy mi már jelentéset, mivel kötelezettek vagyunk jelenteni a francia hatóságoknak is, ha kérik. Azok a szabályok, amik Franciaországban érvényesek, egy bankfiókra ránk is érvényesek, ugyanúgy érvényesek ránk a helyi szabályok, és plusz a tetejében az EU szabályok. És mert mi bankunk az ilyen prudens bank, tehát minden előírásnak maximálisan megfelel, ezért a legszigorúbb vonatkozik ránk. Tehát ez különböző jelentések generálását, képzését jelenti pluszban. Az alsó sorban írja, hogy a legnagyobb magyar finanszírozó bank címét nyerte az Euromonitor. Ezért is volt fontos, hogy bankfiók legyünk, mert így az anyabank tőkéjét tudja hitelbe kihelyezni a helybeli intézet. Nagyon sok, tehát hogyha ilyen magyar nagy cég vagy a magyar állam hitelt vesz fel, akkor szinte biztos, hogy a BNP Paribas neve a szindikát hitelezők között vagy mint főszervező, vagy mint szindikáló bank megjelenik. Bankcsoport Magyarországon, ahhoz képest, hogy fiók, elég sok alkalmazottunk van. Most a fiókot azt lehet, hogy tényleg úgy lehet elképzelni, mint egy fiókintézetet, mert egyetlen egy fiókunk van most jelenleg, a Honvéd utca 20 alatt. És 2 éve volt még másik 2 fiókunk is a budai oldalon, de azt döntés alapján eladták. Tehát magában a bankban körülbelül 120-an dolgoznak. Azon kívül a bankcsoport további tagjai, valószínűleg a szetelemről már többet lehetett hallani, mindenféle áruhitel az áruházaknál, az is a BNP-hez tartozik. Azon kívül van egy leasing csoportja, az Arval, az flotta leasinge, és a flotta kezeléssel fog, tehát a személygépkocsi park kezelésével foglalkozik. Nem olyan rég, ez az UCB, ez egy magyar cég volt, amit egy éve vásárolt fel a bank, és ő lakáshitelek közvetítésével foglalkozott. Ezen kívül a Cardiff biztosító, egy ilyen életbiztosítás termékekkel foglalkozó cég, és van a private banking, ami igazából oda tartozna a vállalati üzletákhoz szorosabban. Tehát ők foglalkoznak a tehetős ügyfelekkel. Néhány éve, amikor indult az üzletág, akkor a belépő limit az. Tehát ha 20 milliós forintos ügyfelet vittünk, akkor elvittek bennünket egy vacsorára, hogy annyi betétet hozzon a bankban. Jelenleg úgy néz ki, nagyon jó megy nekik, mert most már 75 millióra emelték a limitet.
Tehát ahhoz, hogy valaki ügyfelnél legyen a Private Banknek, 70 milliós megtakarítása kell, hogy rendelkezzen. Ez a CJC, ezt én sem tudom annyira, de hallom, tudomásom szerint a ingatlan fejlesztése, pláza üzemeltetése foglalkozik. Nem olyan rég a nagyon sok plázát is megvásárolt az üzemeltetési jogát. Hoppá, rossz irányba. Itt volt az előző előadás, hogy a rossz sorrendben vannak a gombok. No. Hogyan is épül föl egy bank? Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen rendszerek futnak a háttérben, így röviden, mivel találkozik az ügyfél, ha a bank a kapcsolatba lép? Tehát azt szoktuk mondani, hogy van a front office és a back office. Valahogy a front office az a rész, azok a személyek, azok a munkatársak, akivel valamilyen formán az ügyfél kapcsolatba kerül. Tehát ha bevegyünk egy pénztárba, a pénztáros ahhoz tartozik. Vannak a különböző ügyfélreferensek, mondjuk cégek esetében, mint különböző tárgyalásokat, ajánlatokat folytatnak. Ha baj van, őket keresi az ügyfél legelőször, mindenféle kondíciókat találnak, szintén ide tartoznak. Ugyanúgy a treasury, ezzel bajban voltam, hogy az értéktár vagy nem magyarul. Tehát lényeg az, hogy ilyen deviza ügyletekkel, nagy cégeknél különösen fontos, hogy milyen áron ad-vesz, meg milyen határidőre devizát. Itt ugyanígy van egy ilyen eladói osztály, tehát akik ügyfelekkel foglalkoznak. Itt lehet alkudni, hogy most mekkora összegről van szó, hogy a banknak milyen marzsa legyen az adott konverzió. És ezután vannak a háttérintézmények, amik nem látszanak, hogy léteznek. Ide tartoznak tehát a kockázatkezelés, ez nagyon fontos. Minden kockázatos egy bankban, tehát az nagyon fontos dolog. Nem csak a hitelelbírálatnál kockázatos az ügyfél magába, és vizsgáljuk a kockázatát, hogy milyen, tehát hogy azt a volument, tehát azt a tranzakciós volument tudja-e később is tartani, milyen ágazat bújott, stb. Ide tartoznak az okmányos ügyletek, ez hát inkább a cégek esetében érdekes, a külföldi fizetések, utalások esetén a különböző akkreditívek, stb. A lehívása, ez rengeteg papírmunkával jár, ezt elég drágán csinálják a bankok, és igyekszenek lebeszélni lassan az ügyfeleket erről a tevékenységről, de sajnos különösen, ami nem EU-s országot, ez még nagyon fontos, mert egy biztosítókot ad a cégnek, hogyha kiszállítja az árut, akkor pénzt is kap érte. Itt ide tartoznak a különböző csekkek beváltása például, amit nálam nem terjedte, de még mindig vannak mindenféle csekkek. Ide tartozunk maga a könyvelés, a számítástechnika, mint IT, ugyanúgy az üzemeltetés, fejlesztés, stb. És a controlling, itt lehet a belső ellenőrzést is beleérteni, tehát hogy minden a szabályok szerint történik-e. Ugyanúgy a bankon belül a megfelelő könyveléseket is egy controlling osztály ellenőrzi, hogy és ő szolgáltat aztán információkat a menedzsment felé, hogy mennyire vagyunk nyereségesek vagy veszteségesek, mit kell változtatni, mire figyeljünk oda. A banki tevékenység, vele gondolunk, egy bankban mi történik? Általában utalást fogad és teljesít. Most itt lehet beszélni az irányáról, hogy merről jön, tehát hogy az ügyfél részére ez jóváírás vagy terhelés. Most az elég régen az utaláshoz hogy jött? Bejött az ügyfél, hozott egy papírt, aláért valamit, utalás. Manapság ez már bonyolultabb. Jöhet ez valamilyen elektronikus formában, akár szóba is jöhet, hogyha jön az ügyfél, megvan a megfelelő szerződési háttér, bemond egy azonosítót, azzal azonosítani tudják a referensek, úgy is jöhet egy utalás. Telefonon, faxon, itt jönnek be a különböző más SMS, stb. Mindenféle elektronikus úton bejövő utalások. És a megbízások teljesítése, tehát milyen gyorsan teljesít a bank. Ide sorolhatjuk a kártyafizetéseket, és az is egyfajta, ami egy
vásárlás után, egy idő után bekerül az elszámolónkhoz elszámolásra. Milyen gyorsan teljesít a bank egy utalást? Hát általában nem szereti gyorsan teljesíteni, nem muszáj. Tehát minél gyorsabban teljesít, annál drágább a szolgáltatás. Ez egy alapszabály. Van az úgynevezett, itt Magyarországon a Weber utalások, a valós idejű banki elektronikus rendszernek a rövidítése. Ez azt jelenti, hogy ha kezdeményezünk egy ilyen utalást, akkor a kezdeményező banktól a fogadó bankig egy óra alatt oda kell, hogy érjen a jóváírás. Azután általában úgy, mikor elindítjuk ma az utalást, az majd csak holnap jelentkezik a másik számláján, hogyha belföldi utalás. Ha már külföldre megy, akkor bankok szeretnek ülni rajta egy két napot, vagy több napot, és azután ügyfél méretű, szerződést is, a többitől függ, hogy mit sikerül kialkudni a banknál, mi az milyen gyorsan teljesüljön. És azután, tehát mindezekről a tevékenységről könyvelni kell, és rengeteg papír gyártódik, hogyha nem vigyázunk. A kollégák nagyon szeretnek sokszor papírokból dolgozni. Különösen a belső ellenőrzés szereti a papírhegyeket. Tehát ő akkor biztos, hogyha a papír az úgy ott van, jó magas tósz, hogy most mennyit nézik meg, vagy nem, azt nem tudjuk. De ilyen elektronikus ellenőrzésre nem igazán sikerült még rávenni őket. Tehát a papír az a biztos. Úgy érzi, hogy elvégezték a dolgukat, nagy kupac megvan, feladat teljesítve. Természetesen az ügyfeleket a mindenféle számlamozgásukról értesíteni kör, azt magyar törvények havonta legalább egyszer, ha nem rendelkezik másképp, de általában, mivel nekünk főleg vállalat ügyfeleink van, tehát napi kivonatok. Ugyanúgy elektronikus formát, amint papírformán. A papírot azt könyvelésen le kell, hogy fűzzék, de elektronikusan már előbb megkapják a kivonatot. Ezen kívül, ami IT feladat szintén, ez a sokféle jelentés készítése. Egyrészt van a belső jelentések, amit anyabankunk felé kell jelentenünk, a saját vezetőségünk felé jelentünk, és nagyon sok előírás van, pénzügyi törvényeknek meg kell felelni, a pénzszávnak, mind a pénzügyi feleletnek kell jelenteni, a Nemzeti Banknak jelent a bank, és itt ilyen jelentések vannak, hogy a napi, havi, háromhavi, féléves, éves fajtájától függően. És ami szépen, ezek évente változnak. És ezután mióta EU ország vagyunk, ezért vannak olyan, például van ez a MiFID nevezeti kulcsszó, ami arra hivatott, hogy az értékpapír ügyleteiket az ügyfeleknek, tehát valamilyen biztonságot adjon az ügyfeleknek az értékpapír ügyletek kötése során, hát meg egyrészt talán a bankoknak is, tehát kötelessége most minden banknak, az ügyfél igények alapján egy ilyen osztályozást csinálni, hogy ő milyen kategóriájú értékpapírt hajlandó vásárolni, milyen kockázatosan. És ezt ügyfél aláírja, és azután csak ilyen portfóliójú értékpapír csomagot árulhat neki. Természetesen, hogyha ügyfél igényli, akkor írhatja, hogy erről a számla, már pedig nagyon kockázatos bármilyet megvehetünk, amelyeket én mondom. Tehát ez lényegében ennek a MiFID projektnek a lényege. A szép csak az benne, hogy volt egy november 1-es határideje, ami az EU direktíva volt. Sajnos itt a helyi törvényhozás még elkésett, tehát jelenleg még nincs meg konkrétan, ez vár ránk januárban. Viszont olyan jó működött a dolog, hogy a francia kollégák is még október közepén is küldtek új változatokat az anyagra, úgyhogy elég izgalmas volt megoldani, hogy ügyfelek aláírják a papírt időre, hogy legalább tájékoztassuk őket róla. No. Hát ide felrajzoltam egy ilyen vázlatos képet. Nem törekedtem arra, hogy most milyen adatbázisok, stb. Mik is szerepelnek rajta. A lényeg az, hogy van egy könyvelőrendszerünk. Franciák ezt úgy szokták magyarázni, hogy ő a virágszirom közepe. A virágnak a közepe, a bibéje. És minden rendszer, mint egy sziromlevél épül rá, és sok egy rózsát kapunk végül, tehát annyi rendszer rátelepszik.
A könyvelő rendszer az egy, később is említem, az egy fekete doboz, úgy próbálunk hozzáállni, ő a sérthetetlen, általában a többség banknál ez már elég régóta megvan, valószínűleg COBOL alatt íródott, aztán átkerült egy modernabb adatbázisra, de túl bonyolult átírni. És nagyon hosszadalmas projekt egyrészt, nagyon körültekintő odafigyelést igényel, és hogyha ezt jó sikerült kitalálni anno, jó paraméterezhető, akkor elvileg nincs rá szükség, hogy olyan csoda ablakos felületek megjelenjenek róla, a háttérben ő el tud lenni. És ha már biztonságosan tudjuk tárolni az adatokat a tranzakciós adatbázisokba, akkor ezt nem nagyon merészkednek a bankok ezt bántani. Tehát mindig benne van egy ilyen hosszabb táv fejlesztés, hogy igen, ezt most már igen ideje volna átírni. Nálunk is van ilyen, már egy-két éve mondják, hogy készül valami, készül, de hát konkrétumok nincsenek. Olyan persze van, hogy jogi előírások vagy valami kisebb, apróbb módosítások történhetnek benne, de tényleg minimális. Mert tehát minden változtatás hatalmas energia, különösen a tesztelése. Tehát ott valami elromlik, akkor az mindjárt ügyfél oldalt is érint, és nagyon nehéz visszapörgetni a dolgokat. Tehát fejetlenül nem lehet neki állni, úgyhogy inkább nem bántsuk. Tehát ez egy axióma nálunk, hogy ez a fekete doboz, ami onnan kijön, ezt elfogadjuk, hogy ez jó adat, ha nem jó, akkor javítsák ki benne, de az a biztos. De így próbálom hozzáállni a rendszerekhez. Na. És ezután ezt a könyvelő rendszert hatások érik, különböző más termékek, szoftverek, tehát valamilyen interfészeken keresztül általában fájlokat, flat fájlokat gyárt, adatokat küldenek és fogadnak tőle. Tehát, hogyha egy bonyolult kapcsolatnak sikerül egy ilyen jó üzletet kötni az ügyféllel, mert egy bonyolult tranzakciós belekeveredik, amit eddig nem tud lekezelni a könyvelőrendszer, akkor megoldás az, hogy készítünk egy előtétrendszert, lefordítja az adott könyvelés, vagyis pénzügyi terméket olyanra, amit a könyvelőrendszer is tud támogatni, lekönyvelődik, az eredményt kinyerjük és visszafordítjuk olyanra, amit az ügyfél elvár. Na, és milyen rendszerek jelentkeznek itt? Hát, hogyha egy ilyen napi üzembe mennénk végig, akkor az első, ami hajnalban megtörténik a reggelis kollégának, az, hogy a Zsíróból, tehát a helyi elszámoló központ Magyarországon, a Zsíró, ahol minden bank utalása befut, és onnan továbbítják tovább, egy ilyen zárt rendszeren, befogadja a bejövő pénzeket. Ebbe lehetnek bejövő utalások, jóváírások az ügyfelek részére, de ugyanúgy lehetnek beszedési megbízások, tehát a különböző közüzemi számlák beszedése is ekkor jön be, amit majd este az a bank, az ügyfél bankja továbbít a feladónak. Vagy akkor, amikor az ideje eljön. Tehát ez az első adag információ, amit le kell könyvelni a könyvelőrendszernek reggel nyitáskor. Utána van a bankkártya rendszer, ő is egy külön rendszer. Ő viszont megkapja a bankkártya elszámoló központtól a terheléseket az ügyfelek irányába. Ez a másik reggeli könyvelendő tétel. Az internetbanking ebből a szempontból könnyebb a helyzetem, mert az Párizsba fut, de ő elvileg azok a tranzakciók, amik napzárás után érkeztek a rendszerhez. Tehát mindenhol megvan az, hogy van egy idősáv, amíg fogadunk utalásokat, utána megtörténik a napzárás, addig nincs. Tehát azok sorban állnak, azok az internetes utalások, és azokat könyveli reggelre a rendszer. Ugyanúgy az electronic bankingen által bejövő rendszerek, vagyis utalások, azokat meg állandósággal. A treasury ügyletek. Egy most a helyi treasury-t értettem, mert hát mivel világszinten vagyunk jelen,
Így a BNP Treasury az 24 órában dolgozik, mert amikor mi alszunk, akkor dolgoznak Japánban, és kezdik ott Ázsiába, akkor jön London, és utána átmennek New Yorkba, és akkor így le van fedve az egész nap. Tehát a helyi treasury-s ügyletek. Most a treasury rendszerek, azok igen szofisztikált és bonyolult rendszerek. Egyrészt nagyon front, olyan értelemben bonyolult számításokat fontos, hogy végezzenek, állandó inputokat, hogy kapjanak a pénzügyi tőzsdéről, és a bankközi piacról, az értékpapírpiacról, a tőzsdékről, hogy be tudják árazni az adott terméket az ügyfeleknek. A másik viszont mindig online kapcsolat kell, hogy legyen. Ez a sajátossága, egy ilyen, például egy ilyen konverziós ügyletnél egy ajánlat, az ér 2 másodpercig, maximum 3. Vagy nyomtunk gombot, vagy nem. Másrészt állandóan a treasury-be szereplő munkatársak azt a 3 monitort nem csak úgy ilyen fölvágásban nézik, hanem azon 2-3 grafikon fut, ahol látják az adott pozíciót a nap folyamán, hogy most mit kell, hogy vegyen, mit kell, hogy eladjon, attól függ, hogy ügyféle oldalról milyen igények érkeztek. Vannak a SWIFT üzenetek, hát ezek a nemzetközi utalások. Tehát ez elfogadott nemzetközi szabvány most már, hogy a banki utalásoknak minden típusának megvan a megfelelő szabványos SWIFT üzenet típusa, és ezek is folyamatosan érkeznek, az egy dolog, hogy megérkezik, aztán még várunk vele 2 napot, aztán adjuk jóvá az ügyfélnek, tehát ez a kondíciótól függő. Azután ezzel sok baj is szokott lenni, egyrészt azért is drágábbak a nemzetközi utalások, mert hiába találták ki a világon az úgynevezett IBAN számot, International Banking Account Number, tehát a nemzetközi bankszámlaszámot, ami egyedileg azonosítja az ügyfél számlaszámát a világban. De sajnos ez általában nagyon sokszor nincs, nem kerül rá az üzenetre, így ezt a kollégáknak kell a pénzügyi az utalásosztályon átnézni, kitalálni, hogy most az már megfelelő információkból kire vonatkozhat, esetleg utána nézni, stb. Azért van az, hogy az EU direktíva az, különösen ez a SEPA nevezetű projekt alatt, hogy megpróbálják legalább az EU-n belül ezeket a külföldi utalásokat valahogy szabványosítani, és itt nagyon fontos kritérium lesz az, hogy az IBAN szám szerepel-e. Ha nem szerepel, akkor, akkor hiába olcsóbb ez az utalás, de büntetődíjat fog fizetni az ügyfél, vagy ha téves, mert elektronikusan nem lehet feldolgozni. Ja, a hitel és a garancia kezelés, hát az folyamatosan megy napközben, tehát a hitelelbírálás, stb. A controlling rendszer, ja, és a másik, tehát a könyvelés történik Párizsban. Most ahhoz, hogy mi eleget tudjunk tenni a törvény és előírásoknak, mindenféle jelentést le tudjunk gyártani a hatóságoknak, szükségünk van azokra az adatokra. Ezt úgy kapjuk meg, hogy történik egy áttöltés egy adattárházon keresztül, és az adatok egyrészt elérhetők Párizsban is, de a vonal gyorsasága még nem olyan jelenleg nálunk, ami online működésben ezt tudnánk, inkább letöltjük, és akkor helyi feldolgozást végzünk. Ezen kívül napközben bizonyos ilyen statikus adatok módosítására is sor kellett, tehát ügyfél neve, egyéb adatai, stb. Stb. Ugyanígy a menedzsment felé is megvannak azok a riportok, amik egy gyártódnak, tehát ugyanúgy az adattárházból, a könyvelt adatokból készül el jelentés, hogy most hogy áll a bank, melyik termékek állnak jól, mit kéne javítani, stb. Ja, és van az értékpapírrendszer, az még külön álló rendszer, itt viszont ő is maga egy nagy bonyolultság igazából, tehát itt próbálja, tehát nem csak a, tehát mindenféle értékpapírt, amit forgalmaz a bank, hogy a nemzetközi bank nem csak a belföldieket, hanem a külföldiek is szerepelnek benne, ő ugyanúgy jelentés kötelezett,
megvannak ott is az árazások, van, amit naponta többször is áraznak papírt, van, amit már csak egyszer. Tehát ő maga már majdnem egy kis könyvelő rendszer, de mégis a tényleges könyvelés a fő rendszerbe történik, tehát oda is történik feladás. Napközben vagy a nap végén. Na, mint láttuk, a rendszer elég bonyolult, és ahogy fejlődik a világ, egyre több igény merül fel különböző újabb pénzügyi termékek iránt, ami újabb informatikai eszközöket igényel. Az adatforrásról meggyőződtünk, hogy ez elég változatos. Na most, mivel nagy bankról van révén szó, az utalás típusok se egyformák, még az EU-n belül sem. Tehát mások az előírások, például a magyar csoportos átutalás az ilyen formában nem ismert az EU más országaiban. Ez mindig külön nehézség a francia kollégákkal megértetni, hogy ez ilyen van. El kell fogadni, és ez jó működik. Tehát a lengyel kollégákkal is működünk együtt, nekik viszont ilyen speciális adóbevallásuk van, ami egyfajta utalás, de meg vannak ott a szigorú szabályok, hogy hogy kell kitölteni egy adóbevallást, mindenféle ellenőrzésre benne. A biztonsági ellenőrzés az egy alapfogalom, tehát az muszáj, hogy maximális legyen. Úgy a belső tényezőktől, tehát magukat a dolgozóknak is, mindenkinek, tehát csak az adott területre, amit nagyon szükséges, arra van hozzáférhetősége bármelyik rendszerhez. Azon kívül a külső tényezők ellen természetes, tehát megvannak a SWIFT rendszer, meg a belső zsíró rendszer, tehát önálló hálózatok, amik nem függnek össze az internettel, meg stb. Természetesen védekezni kell a banknak a mindenféle lopóprogramoktól, kémprogramoktól, stb. Stb. Ezt a hálásfeladat javarészt Londonban végzik számunkra. Így adódik az a nehézség, hogy a portfólió nevezetű, nem tudom, ki ismeri a portfólió weboldalt. Ilyen pénzügyi ötletek, stb. Részvényi árfolyamokat lehet megtekinteni bizonyos kísérletetéssel. Sajnos a POR szó betű kombináció szerepelt, ez hosszú időbe telett megmagyarázni, ez nem pornó oldal, hogy ez nem arról szól, ezt tessék valami kivételbe fősorolni. Hát az architektúrával egy nagy bajban vagyok, itt nagyon szép történetek elhangzanak, hogy ilyen szoftverfejlesztő cégektől, software-oriented architecture, service-oriented architecture, meg stb. Hát itt baj van. Nekünk van az axiománk, a könyvelőrendszer, hát ő egyelőre nem akar még ilyen service-oriented architecture-re válaszolgatni. Hát és szerintem elég nehéz átverekedni ezt a főnökségen, hogy ezt úgy megértsék. Tehát ez helyszinten próbálkozhatunk valami hasonlóval, de ez nem igazán működik, tehát marad az az egyszerű változat, hogy a fájlok utaznak, és így drótozzuk össze a rendszereket. Hát, hogy nagy mennyiségű adat, mi még kicsik vagyunk itt Magyarország viszonylatban, egy lakossági banknál lehet képzelni, hogy mennyi adat van. Nálunk is elég sok tranzakció van. És a tárolás. Tehát vannak törvényi előírások. Hát az a baj, ez elég sokszor változott az utóbbi időben, de 5 év biztos. De elvileg bizonyos fajta számlakivonatokra 7 év, azt hiszem, az az időszak, amivel a banknak biztosítani kell, hogy ezt tudja produkálni az ügyfélnek. Na most itt akkor merül föl a nagy gond, hogyha belegondolunk, hogy milyen sűrűn jönnek az új adatbázis változatok. Tehát olyan 2 évette az már nagyon ritka periódus, hogy egy újabb adatbázis kezelő kijött, egy újabb csodával. 5 évenben már az előzőt nem is támogatják. Hogy megőrizni az adatokat? Tehát ha valaki gondot akar egy banknak, nagy fejfájást, akkor kér tőle ilyen 95-ös adatokat. Lehet, hogy meg el tudják varázsolni, drága lesz, az biztos, de elég bonyolult megtalálni, hogy éle még az a rendszer, ami azt be tudja olvasni, stb.
Tehát egy hatalmas probléma van, hogy ez nagy technikai lelőharadással, hogy az adattárolást hogy megoldani. Mi tudja visszafejteni később? Azután a változás kezelés. Ha minden változik körülöttünk, az, hogy változnak az üzleti igények, az érthető, az rendben van. De néha túl sokszor változnak a jó előírásuk, az már kevésbé kedvező esemény. Na most ez egy ilyen nagy szervezetnél egy változást végigvinni, így globális szinten el lehet képzelni, hogy ez mennyire bonyolult. De itt kitaláljuk, ez így jó lenne, kiküldjük Párizsba, ott valaki megnézi, vagy megérti, vagy se, visszakérdez, stb. Hát a komolyabb változás, amit helyi szinten nem lehet megoldani, azért a gyors átfutásra legalább egy hónap. Tehát ezzel sok baj van. Viszont, mivel ügyfelekből élünk, és nagyon sok bank van a piacon, hasonló kondíciókkal, tehát ilyen, és mivel nagy ügyfeleket szeretjük, mint a többi bank, ez azt jelenti, hogy mindenféle igényét ki kell elégíteni. És mivel relatív kicsik vagyunk, aránylag a méretünkhöz képest nem olyan túlsúlyú ügyfelünk van, tehát igen, csak ügyfélbarát az igénykezelés kapcsolattartók részéről, tehát nagyon sokszor megesik az, hogy ő megbeszélte az ügyféle, már szerződést is aláírták, már tegnap kellett volna, hogy működjön a szoftver, de hát hú, még a definíció sincs meg. Na ez benne a kihívás. És itt van a költséghatékonyság. Ha rosszabbul megy a banknak a szénája, akkor két dologból szoktak költséget megtakarítani, a marketing, IT. Ha jobban megy, akkor még hajlandók rááldozni, de azt is azért, hogy mértékkel. Tudjuk, hogy köl az IT, de azért mi tudjuk, hogy mi pénzügyi intézet vagyunk, az csak egy olyan mellékes. Van. De ha nem működik, akkor megint nem jó. Tehát ez ilyen örök háború, hogy most hogy megoldani, hogy túljutni ezen. Eredményt is kell produkálni, nem lehet költeni bele, stb. De kéne fejleszteni, mert csak úgy tudunk előre haladni. És itt van ez, hogy állandóan jönnek ki az új szoftvertermékek. Jön az új Windows. Mikor árunk át Vistára? Na majd, ha nem követik az XP-t. Hál' Istennek elég hosszú időre elhozták, hogy egyelőre az még tájtalan. Sőt, olyan, ugyanígy a többi technológiája. Az adatbázis az aránylag mindig akkor történik az adatbázis frissítés, mikor bejelenti a vagy a Oracle, vagy az IBM, amelyikről éppen szó van, hogy ezt a változatot most már nem támogatjuk, itt a vége. Na, akkor az utolsó három hónapban megoldjuk az átmenekítést. Egyrészt általában az új termékek, tisztelet a kivételnek, kiforratlanok, amik megjelennek a piacon. Nem tudjuk megengedni magunkat, hogy a rajtunk javítsa ki a beszállító cég a hibáit. Ezért is, egyrészt ezért is, másrészt van neki egy költség oldala is, hogy most minek befektetni, boldogok voltunk, jó működök, stb. Még egy-két ég biztos elkegyeket volna, hova ez a sietség. Ezért egy állandó, tehát állandó, hát hogy is mondjam, ingyen, szaladunk magunk után, hogy itt a régit át kéne írni újabbra, de újat is kéne fejleszteni, és egy állandó ilyen malomharc van, hogy most utolérjük vagy sem magunkat. És azután itt ez az utolsó mondat, ugye? A központi IT és a helyi IT együttműködése. Az a baj a kedves franciáink, hogy nekik más a gondolkodásmódjuk. Tehát amíg én voltam olyan szerencsés, hogy még a németekkel is dolgoztam együtt, mert amikor német-francia volt a bank, akkor németek szolgáltatták a könyvelőrendszert, meg a külső infrastruktúrát. Franciák az ilyen lezserebb nép, különösen számítástechnika terén tudnak ilyenek lenni, hogy ők fókuszálnak az adott problémára, azt gyorsan megoldják, de azt nem mérik föl, hogy a környezetében lehet, hogy még 10 másikat okoz. Tehát és amikor ilyen nagyon gyors megoldás születik, azt mindig bizonyos kétségekkel kell fogadni,
hogy most jaj, valaki gyorsan belenyúlt valamibe, de nem biztos, hogy végig gondolta a dolgokat. Tehát ez ilyen jelenség náluk, úgyhogy ilyen téren nagyon vigyázni kell velük. Rendesek, ők még segítik, hiszen csak ez a hátrányuk megvan. Vagyis mondom, ez gondolkodásbeli különbség. Mi inkább törekednénk valami tökéletesebb megoldásra, ők meg gyorsan, az valami majd lesz. Reméljük, hogy jól működik. Nos, hát a könyvelő rendszert kellene írni, egy ilyen bankit. Az elég nehéz feladat, ugye, alapjával véve. Ami nagyon fontos, hogy ő nélküle nincs a bank. Ugye? Tehát ez az alapaxióma. Ha nem működik, akkor nagy baj van. Papíros könyvelésre már rég leszoktunk, nem működik. Ha megesik ilyen, azért még kiszolgáljuk az ügyfelet, igaz, hogy utána éjszakában maradnak a kollégák, mire az befejez. Mi várható el tőle? A világ változik. Nagyon fontos, különösen ilyen multinacionális cégnél, hogy ezek a könyvelések alkalmazhatók legyenek több országra. Azt elvárni szerintem, hogy minden 85-re, ahol jelen vagyunk, valószínűleg nem lehet. Az egy afrikai országban, vagy egy amerikai szofisztikált rendszer az egész más, mondjuk. De nagyon fontos az, hogy mindent lehessen benne paraméterezni. Lehetőleg egyszerűen, mivel a banknál is van vándorlás, tehát az alkalmazottak jönnek, mennek, jobb állás lehetőség, stb. Dokumentáció is van, de nem mindig sikerül frissíteni utána, hogy a változások történnek. Mert hát azt hiába mondani, hogy főnek most leírnám azt, hogy mit csináltam, de az ügyfél ott toporzik, hogy neki már pedig az a pibarant már kéne, már fél órája már még itt a kávét is, meg minden. És a nagyhajtásban sokszor elmarad, különösen akkor, hogyha belegondolunk, hogy ezt mi központilag valahol csinálják. A másik dolog a dokumentációval, tehát nagyon nehéz megtalálni az optimumot, azt szerintem elhangzott az egyik előző előadásban is. Viszont vannak olyan területek, hogy ilyen nagy oszlopnyi dokumentáció adódik az adott szakterületről, vagy egy adott részéről a könyvelőrendszernek magának, mert mindenki hozzáadott valamit, csak egy konkrét feladatot szeretnénk megoldani, órákba telik, mire megtalálom benne a megoldást. Tehát az nagyon nincs kitalálva, hogy tehát megvenni az optimális, az a meg a dokumentáció mellé mindig a problémák megoldása. Ne több, ne kevesebb, de az legyen. Hát ez magától értetik, hogy nagy mennyiségű tranzakciót kell, hogy feldolgozzon online. Sok felhasználóval. A megbízhatóság az alapkövetelmény, tehát nem lehet különösen, mivel számításokról van szó. És az ilyen IT ellenőrzések során, hogy a NAPSZÁV, vagy ilyen hatóság, mindig azzal kezdi, hogy az IT azért van, hogy csal, lop, hazudik. Tehát biztos ott a tizedes pont utáni tölt részeket, azt átkönyveljük a saját számlánkra. Mert ilyen nincs, tehát az nagyon fontos, hogy több decimális pontosságú kell, hogy pontosan számoljon a szoftver. Kamatszámításoknál osztás, kivonás, stb. Van, numerikusan nem stabil módszerek. Tehát oda kell figyelni a bajon pontosságra. Azután, mint elvárnánk tőlem, én rengeteg energiát fektetnénk bele, hogy ez megvalósuljon egy ilyen könyvelőrendszer. Tehát itt jön elő, hogyha újra fejlesztenénk egy service oriented architecture, hogy ezt később, hosszú ideig ezt a rendszert tudjuk használni. És ha kell, akkor újabb szolgáltatást adnánk hozzá, stb. Ez jelenleg nincs, de mindegy, azért nálunk állandó. És ami fontos, hogy csak úgy hozzányúlni nem szabad, mert láncreakciót okoz, és nagyon sok galiba lenne belőle. Na, mert itt próbáltam egy-két ábrával ábrázolni, hogy tehát mit is csinálunk a speciális utalások a könyvelésekkel.
Tehát ha bejön a zsíróból a tétel, azt mi földolgozzuk helyileg, megértetjük, átfordítjuk olyan formátumon, amit a könyvelőrendszer is segít, főküldjük, visszajön, és ha van kimenő tétel, azt kiküldjük este a zsíróba. Itt nem csak a másik probléma viszont a nyelvi kötöttség. Tehát nem szeretnénk francia kivonatot olvasni egy francia banktól itt helyileg. Jó lenne magyarul látni rajta a szöveget. Na most egy ilyen rendszernél nehéz elképzelni, hogy nagyon sok nyelven fog beszélni. Francia rendszerek azok beszélnek angolul, mert a belső nyelvünk angol. Tudnak spanyolok, mert ott elég nagy a befolyás a spanyol piacon, meg most már tudnak olaszul, mert megvettünk egy nagy olasz lakossági bankot. A magyarul sokáig nem fognak még tudni. Egyrészt nem is elvárható, hogy erre sok nyelvre leforduljon, tehát ezt helyi szinten kell valamilyen szinten megoldani, hogy a kiírásuk, stb. Valamilyen szótártáblából átfordítjuk. No. A másik a biztonságos adatforgalom. Az előző kettőről már nagyjából beszéltem. Hát igen, még nem csak anyabankunkkal vagyunk kapcsolatban, ugye vannak itt helyi különböző pénzpiacok is, a bárrendszer, meg stb. Tehát APEC, ővelük is kapcsolatot kell tartani, ők már nem ilyen banki hálózaton vannak valaki. Tehát nagyon fontos a biztonságos kapcsolatfenntartás. Azon kívül, mivel messze vagyunk a világban egymástól, mi történik, ha elszakad a vonal? Azért az megtörténik. Van, hogy egy munkagép elszakít egy vonalat, stb. Mit tudunk helyette betenni? Hát ezt úgy szokták megoldani, hogy ilyen hármas kapcsolatban állunk. Ha épp egyiket elvágják, reméljük, hogy nem kettőt egyszerre. De mivel ez fizikailag külön irányba mennek, tehát a mi kapcsolatunk is egyrészt van Londonban, direkt Párizson köröztül Londonban, és hogyha ez megtörténne, akkor tartalékvonal lép üzembe, akkor az e-mail forgalom csökken, előtérbe kerülnek a banki dolgok, még nem áll helyre a rend. Tehát ez azért jó ki van találva. Most megy ez a projekt, hogy a vonalon átmenő adatok teljes titkosítása. Eddig csak a csomagok titkosodtak, de most azt szeretnénk, hogy a belső tartalom is titkosítottan menjen. Habár milyen pont-to-pont mindig megy a vonal, nem valószínű, hogy valaki föltörni, de ez még egy erősítése a biztonságnak. Hát amit mondtam, a változó igények. Az a baj ezzel az ingényekkel, hogy a jogi előrésöknek az ember tudja, hogy évvégén ugye minden országban új adótörvény, stb. Jön ki, valószínűleg lesznek változások, ez tervezhető. Tehát tervezhető, hogy az utolsó 3 hónapban mindenféle módosítás lesz, valakinek ahova foglalkozni kell. Itt a probléma akkor van, hogyha kiderül valami, hogy májusban is van. Mióta EU tagságunk van, ezért hajlamos az EU előírni egyes dolgokat úgy évközben. És például nem olyan rég jött, az elég nagy fejfájást okozott nekünk, az EU adóilletőség. Tehát az EU országokban mindenféle értékpapír mozgás után külön adót kell fizetni, van egy ilyen bizonyos kategóriák szerint, hogy az EU állampolgár itt van Magyarországon, aki ilyen magyar állampolgárnak nem kell. És ez is ilyen évközbeni tudomány jött, és visszamenőleg lekérték az adatokat. Ami különösen nehezíti a helyzetet, hogyha nincs megfelelő könyvelés a háttérben. Nagyon nehéz olyan adatot szolgáltatni, hogyha a könyvelés során nem bontottuk meg. Hát az egyedi ügyfél igények, ez nagyon jellemző ránk. Tehát szeretjük a nagy ügyfeleket, viszont nagy ügyfelet úgy lehet nyerni, hogyha valami különlegeset nyújtunk neki. Tehát ezért mindenkinek azt szoktam mondani, hogy nálunk már nincs, tehát a banki kondíció, ami lóg kint, minden a kötörvény előírás, hogy kint lógjon az aulába,
az már egy ügyvédes érvényes, mert mindenkinek speciális kondíciója van. Azért van, hogy a hatóság lássa, hogy ilyen is van, de hogy általában ki mit alkudott ki, az járja neki. Mondjuk ezt IT szemszakból nem mindig örülünk neki. Különösen sokszor az a probléma, az egyik előállás során fölmerült az, hogy a fejlesztők, tanulók, meg stb. Ezt rá lehetne vetíteni a felhasználókra is. Mert egy ilyen belső használatos alkalmazást, azt nem lehet elvárni, hogy mégis értelmes emberek dolgoznak egy bankban, általában főiskola vagy egyetemi végzettséggel, és hogyha a legbutább user szintjére fejlesztük, az tovább tart. Tehát maga az ellenőrzés többen nem, mint maga a tudománya a szoftvernek. És ezért nehéz, de próbálkozunk vele, hogy a saját felhasználóinkat is megtanítsuk arra, hogy mit tud a program, és lehetőleg frissítsük a tudásukat, hogy ne felejtsék el. Tehát ne a tanuló szintjén maradjanak, hanem legyenek haladók, és úgy próbálják az új termékeket kiajánlani az ügyfélnek, amit a szoftver is le tud követni, relatív könnyen, vagy könnyebben módosítva. Na, hát itt vannak kérdések. Hát erre nem tudom, hogy milyen módszertan, stb. Fölmérések, egyebek vannak. Én úgy érzem, hogy itt mikor, kivel, mit fejlesztessünk, ez sokszor egy ilyen divat időszak is lehet. Mikor érdemes külső céggel fejleszteni, nyilván egy nagyobb rendszert megéri. De egy kisebb módosít, egy kisebb rendszert nem biztos, hogy megéri külső céggel fejlesztetni, ha addig tart leírni a specifikációt, mire nagyjából valaki, hogy ő is megértse, mert annyi rendszerhez kapcsolódik, míg ott helyben valaki megcsinálja, akkor lehet, hogy nem éri meg. Tehát ez egy ilyen örök dilemma, hogy mit kiajánlani, mit nem. A másik probléma a külsős fejlesztése, a dokumentáció majd visszajön. Azért ezek általában egyedi igények. És a dokumentáció, hát én nem tudom, tehát, hogy hogy van ilyen szoftverfejlesztő cégeknél, ez hogy működik pontosan. De azért nem mindenek mindig eligazodni belőle. A következő cégnek odaadnánk, nem biztos, hogy megérteni belőle, mit csinált az előző. Tehát sok kívánivalót hagy maga mögött. Hát ugyanez a házi helyi fejlesztés, hogyha házon belül csinálja meg valaki a dolgot, és elmegy az a kolléga, akkor megint baj van, hogy mit írt le, meg mit nem, meg kivett át, stb. Azután itt van ez az írdatlan irama a szoftveriparban. Hát azt nem lehet követni. Szerintem a cégek többsége ezt igyekszik úgy tolni. Tehát most már 3 éves ciklus is lassan lerövidül, ami régen volt, hogy 3 évente cseréljünk mindent. Mert ha belegondolunk, ahogy egy rendszer stabilan működik, hát nem igazán szeretni senki lecserélni. Minek? Nincs a kritikus határon, tranzakciókat elbírja viselni, még biztonságos, és akkor minek? Viszont jön a kényszer, hogy én ezt tovább nem támogatom, ez meg nincs hozzá, az nincs hozzá, új hardvert veszünk, ő már régi rend szoftverre nem képes működni. És itt mindig egy nagy dilemma van, hogy mikor hozzáfogni, mikor a legoptimálisabb egyrészt költség szempontjából és banküzem szempontjából is, hogy ne legyen fönnakadás, ne okozzunk nagyon kárt, mint hasznot vele. Tehát ezekre kérdésekre várom a javaslatokat, ötleteket. Van-e valakinek valami felelete rá, tapasztalata, stb. Mondom, jelenleg úgy működik a nagy szoftvercsere, akkor amikor valamelyik fontos szállító azt mondja, hogy már többet nem támogatom ezt a rendszert, muszáj följebb lépni. Hát, itt vagyunk mi, Párizsból a világ végén. Sokszor örülhetünk neki, hogy nem keverik össze Budapestet Bukarestet, ha bár Bukarestben nincs is bank, de hajlamosak rá. De mivel van Szófiában, ezért néha Bulgáriában vagyunk. Hát az ottani menedzsment célja nyilvánvaló az, hogy
Ha minden itt van a házon belül, azt én tudom fölügyelni, az a legjobb. Tehát a főbb szoftverek, adatbázis, stb. Egy helyen van, könnyebb fölügyelni, az erőforrást ott tudják optimizálni, stb. Viszont a változások gondot okoznak, meg a helyi specifikumok. Azzal mit kezdjünk? Amikor a BNP megvette a is 100%-os tulajdonlajt, akkor cseréltük a könyveltelő rendszert a németet a mostanira. Mondjuk ez az átállás is 2 éves periódus volt, tehát itt lehet átlátni, hogy mi egy könyvelő rendszernek a cseréje, tehát az adat megfeltetés, stb. Stb. Ez ilyen 2 éves periódus volt, mire azt a rendszer adatait átemeltük a másikba. Tehát addig működött a régi, és utána jött a francia. Akkor a könyvelő rendszernek volt egy nagyon jó tulajdonsága, amit sajnos most megszüntettek, hogy volt egy része, ahol megengedték azt, hogy bizonyos funkciókat, ami a helyi specifikum lehet, például a kivonatgyártás, mi legyen rajta, milyen adat, stb. Az megengedték azt, hogy ha van ez az adott könyvtárban valamilyen kis programocska, akkor azt indítja az automata, és az fut le a központi helye. Központi után még az is lefut. Így meg sok minden megoldódott, ilyen helyi igényt, hogy gyorsan ki lehetett fejleszteni. Sajnos kitalálták, hogy ez így nem jó, különösen, hogy mi fiók lettünk. Ez így nem jó, ezért összevonták. Tehát most mi a lengyelekkel közös platformon vagyunk, és ugyanazok a szoftverek futnak ránk, ugyanazok a programok. Ezért itt a helyzet elbonyolódott, hogyha a lengyelekkel sűrünk kommunikálni, hogy ti hogy szeretnék, mi hogy szeretnénk megtalálni a közös metszetet, és akkor meg így csináljátok meg, így akkor mind a kettőnknek jó lesz. Hát nem beszélve arról, hogyha jön egy helyi igény, egy ügyfél, hogy most ő nem ezt szeretné azon a soron, hanem legyen egy kicsit rövidebb, meg más információs legyen, vagy adott mező, ami nem szabványos, de az ő könyvelő rendszere úgy adja ki, hogy az kicsit hosszabb, tegyük mászva rajta rá. Hát ezt a belegondolunk, ez most mit érdekli a többi országot így ilyen igény? Csak bonyolítani a helyzetet, fölösleges. Ezért ezt kell helyi szinten megoldani. Tehát ilyen problémákat. És itt van az a kihívás, hogy hogy megoldani az optimalizációt. Mert amikor Franciaországban, mint tudjuk, erős a szakszervezet, és a létszámlépítés van, mert úgy mondja a bank, hogy nagyon költségesek vagyunk, a konkurencia már jobb. Elbocsátás következik, akkor általában mindig a külső szervezetekből bocsátanak el, nem a franciákból. És ez tényleg így van, mert ott külön gond az nem tudom, hogy lazultak-e a törvények, de amikor volt ez a könyvelési rendszer átállás, nagy megdöbbenésre tapasztaltuk, hogy minden kollégával, aki találkoztunk, bérelt munkaerő volt. Meg is jól értettek a rendszerhez, de senki nem dolgozott a bankban. Néhányan azután, amikor ez a nagy átállás lezárt, bekerültek, és azt mondták, az a lényege benne, hogy a munkaerőt mindig bérelik, mert nem lehet fölmondani egy alkalmazottnak. Nagyon macerás. Nagyon meg kell indokolni, hogy miért is. És innen van az, hogy akkor Franciaországban nincs leépítés. A mi kis csapatunk helyi szerepe, hát vannak kis saját rendszereink, az Electronic Banking-et, azt mi írtuk meg, az egy ilyen annó sikerprojekt volt, mert 94-ben íródott, akkor az első között szerepelt, sőt, akkor 3 országba is futott, még Bulgáriába is, annó még tudta kezelni a csirill betűket is. Azóta a bulgárok külön csapáson járnak, de a lengyelekét azt most is mi tartjuk karba, tehát mi szolgáltatjuk. Aztán vannak egyéb kisebb programjaink, csekkezelő, stb. Kártyarendszernek egy része házon belül van. Akkor private bankingét ki kell szolgálni, egyéb mindenféle adatot kell, hogy tároljanak az ügyfelekről, stb. Meg kell oldani a különböző jelentések készítését, ezt a kollégám tudná, de van belőle bőven.
És nagyon sok ilyen kérés van, hogy csörög a telefon, ha bár most már bevezettük egy ilyen folyamatvezérlő rendszert, hogy ne csak telefonon, hanem írásba is jöjjön már meg az igény, hogy szeretném ezt meg ezt tudni, légy szíves, csináljátok meg, adott ügyférő, stb. Tehát ilyen nap, mint nap van. Tehát ez a mi helyi szerepkörünk. Aztán igyekszünk minél jobban együttműködni a franciákkal.